Vannak, akik kiszorítanak az rmd t a kormányból, de nem a koalíció szintjén, jelentette ki Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes egy internetes videó megosztóportál politikai beszélgető műsorában. Az RMDS szövetségi elnöke megismételte korábbi álláspontját Orbán Viktor magyar kormányfő túsványosi beszéde kapcsán, és hangsúlyozta, őt nem vonhatják felelősségre más nyilatkozata miatt. Számos politikai témát érintett Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke abban a politikai beszélgetőműsorban, műsorban, amelyben Máriusz Tuka vendége volt a Gündul hírportálon. Arra a sajtóban zajló hetc kampányra utalva, amely az RMDS kormányból való eltávolítását követeli, elmondta, voltak is vannak olyan érdekcsoportok, amelyek kiszorítanák az rmds a kormányzásból, de nem a koalíciós vezetőség szintjén. A koalíciós partnerek racionálisak, elemzéseket végeznek, ám a parlament és a kormány felel, a médiát nem lehet Vonni. Ezért az újságírók felelőssége nagy és fontos, jegyezte meg Máriusz Tuka felvetése kapcsán. miszerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi beszédét követően sokan azt követelték, hogy lépjenek ki a kormányból. Kelemen Honor megismételte korábban közzétett álláspontját, mi szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem rasszista. Még akkor sem, ha a tusnád fürdői beszédéből kiragadott egy mondat alapján ezt akarják róla bebizonyítani. Kelemen Honor hangsúlyozta őt, abban az esetben ítélhetik meg és vonhatják felelősségre ha nem tartja be a kormányprogramot, ha megsírti az ország érdekeit, illetve saját nyilatkozataiért. Nem vonhatják viszont őt kérdőre, amiatt, hogy más valaki mit nyilatkozott, bárki is legyen az illető. Emlékeztetett, a kormánykoalícióban is megtárgyalták az Orbán Viktor tusnát fürdői beszéde kapcsán kialakult helyzetet, ez azonban mintegy 5 percet vett igénybe. Arra a felvetésre, hogy az RNDS megszavazta az Oroszország elleni energiaügyi szankciókat, Magyarország pedig ellenzék kifejtette, ebben a vonat nem érdemes összehasonlítani Magyarország és Románia helyzetét, ugyanis Magyarország sokkal nagyobb mértékben függ az orosz gáztól, mint ahogyan más európai államok.